Sziasztok! Sziasztok! Ez egy új sorozat. Jó éjszakát! Jó estét! Szia, úgy szervusz! Szervusz! Mario vagyok, te? Zole! Zole official? Igen. Official? Cetal? Cetal, jaj! Na, hello, várjál, hívnak! Szia, hello, szevasz, figyelj ide! Jó, figyelj! Azt a szőnyeget tekerd fel újra! Kapcsold le a villanyt, csavard fel a szőnyeget, még ma éjjel. Osd le a lámpát, edd meg a lábát, ja nem, a szárnyát, igen, a szárnyát, ne a lábát. Na, jó, stand-up comedy-be, menjen oda a macska, igen, jó, figyelj. Jó van, fuvarozok, kit viszel, David Beckhamet, már megint hova? Nem a pongó, ne a pongó üzletét akarja, nem bugyiárus, ő izé, alsógatja, férfi alsógatja, jó. Itt az Ole mellettem itt ül. Jó. Insta leves ötöt mikor csinálja? Hát nem tudom, majd mindjárt megkérdezem tőle, hogy átadjam neked? Jó, van, ne üvölcsi, már tudok azon a kurva telefonon, azt megfogom a hajadat, te. Hiába zselészted be. Adom. Éget keresnek a miniszterelnök. Miért olvasod az Insta leves ötöt? Hát mert ő kérdezte a vonal végén ottan. De ki a faszom, hogy figyelj, az Isten leveset mondj, meg lesz, nyugodjatok meg, az egész család nyugodjon meg, nem lesz pörköltnök kedvi, majd készítek hokkedni, nagyon durván, baddeg. Múltkó néztem a tévében a Harry Potter-t, vagy mi a tökön a neve annak a csávónak, mondd ki te. Harry Potter. Annak, na azt néztem, megnéztem 1-től 105-ig, nem tudom hány részes néztem, és nem baj, de mindegy. Megnéztem, és azt mondták nekem, hogy Wingardium Leviosa, de mindegy, amúgy elszállt valaki, de mindegy. Tudjátok, valaki közel van, de akkor igyom. Hát kózel, tudod, ez nagyon jó ital, kis sörecske. Ha meg akarsz inni Messit, akkor kérj, szólj a Messinek, és azt mondja, hogy hozz Messiről üdítőt neked, Messi. Messi, na, igen. De mindegy. Ha kózel vagy, akkor igyák hozzá. De várjál, értem, jó. Persze, jó. Mindegy, figyelj, szólj a húgodnak meg a növérednek, hogy jövő héten átmegyek. Ja, nem. Nem csak füvet kellett nyírni, még múltkor azt mondták, hogy le kell nyírni a sövényt. Mindegy, egy kicsit átértem hozzájuk. Nem, csak egy fél órára. Nem, jó voltam ugye ezen a... Emlékszem még mindig arra, hogy de felét levágtam, a felét ott hagytam. Ki tudja most ez volt, amilyen nagy Jurassic Parkos gazon ott. Lehet, hogy dinoszauruszok járnak nálatok, nézd meg! Dwayne Johnson is ott forgatta a Jurassic Parkot. Igen! Jumanji-t? Azt a Jumanji-t, igen. Fú, bakker, emlékszem még arra. Szegény Dave Johnson lehetébe. Jumanji, Jurassic Park az a Jurassic World is elég nagy. Igen, a dinoszauruszok. De mindegy, de tényleg, nézd a kis hableánk, jó van. De azt nem a hungod nézte, mint múltkor. Azt mondta, hogy lejárt lemez. Ugye? Jó van. Meddig telefonálsz, már lemegy a kávé. Jó, nem baj, 5 perc még kávé. De mindegy, figyelj, annyit akarok mondani. Van neki, húzza ki a kádból a dugót, mert megy a víz. Tényleg, amúgy valamit nagyon hallok, mi megy a mikro? Kapcsolod már ki, vele. Balev, szét fogod törni a tányérat, drága voltam. Melyikre raktad? Melyik tányérre raktad? Ugye nem azra a szép virágosra, amelyiken van spongyabon meg a Harry Potter. Hát ne csináld, mert széttöröd az új tányéromat, széttöröm a képedet, meg hát ilyen nincs. Szólj a húgondnak meg a nővérednek, jövő héten megyek. Kicsit csövény nyírni. De ezt már mondtam, de úgy látom, hogy csüket vagy. Hallod? Leraktad? Te fasz. Hallod? Hát ez lerakta. Hallod? Ezt mondom, hogy lerakta. Jó van akkor. A lerakta bakker, ki ez a csöves kóni? Igen, csöves kóni, igen. Na. De mindegy. Jaj, gyerekek, azért ez a mai nap ez egészen érdekes. Most egész nap... Jövő héten mehetek csövét nyírni, hát ilyen nincs. Na jó, Jumanji-t forgatni fogjátok? Kettő. Nem, kettő sövényt kell nyírnom. Kettő sövényt. Na, húgáld meg a nővérét is meg kell sövényezni. Zajlott. Ilyent, bakker. Ott hagytad a zsíros kenyeret az asztalon, kiszáradt. Meg a tepertőt ott hagytad. Mi ízét csinálta a krumplis pogácsát? Ja, hát azt küldtek neked, csak kemény volt. Nem, még múltkor voltam. Mire ideért megkeményedett, bazd meg. Nem, gofrit csináltak múltkor. Most meg gofrit, hát. Nem, krumplis pogácsát meg gofrit csináltak. Meg a levegőben röpítő palacsintát, mi ami magától szállt ide. Nem, tényleg azt csináltak. Voltam náluk.
Igen. Akkor még a hugával kavartam, most már majd a nővérével fogok, csak menjek oda. Hát, de jó lesz, hogy behetem, nyugodj meg. Én nyugodt vagyok, mint a... Nyugi, ha én átmentem rajtuk, nem a kerítésen átmegyek, akkor ma utána a tiéd lehet, jó? Utána te vágod a sövényüket. Mi ez? Mi ez, hogy pinkod? Nem tudom, ja? Vagy csak olyan hozzájöttem. Ugye, távolsági. Jaj, hát én nem is tudtam. Na de mindegy. Drága bogarom. Hát az én időmben, mikor ilyen gyerekek voltak. Jaj, fiam. Mindig csak várok, de hát már én is szól. Nézzétek meg, mit iszik. A régi kedvencemet, amit én ittam sokáig. Voltával. Na nem térek vissza rá vele. Elpártoltam ki le. Igazából, ja. Amúgy minden videómban ez szerepelt. De tényleg, szinte ez elejétől kezdve ez volt nálam. Komolyan. Most ő vissza az Einstein-t, tehát átvette a stafétabotokat. És egyből a Szamár. Szia, Szamár! Ott vagyunk már! Ja nem, ezt neked kéne mondanod, bazd meg. Ott van három. Most mit csinál? Néztem a százalékot. Jaj, gyerekek, nem tudom, mit fogom. A kicsimet. Na megint? Most ne telefonáljál. És fölhívom. Jaj. Gyerekek, itt szerelem van. A levegőben. Nem van valami a levegőben, mint a halott pénz. Ja, semmi oda beszélek. Na, szia kicsim, figyelj. Jövő héten nem tudok menni, mert dolgozunk-e? Egy-két sövényt kell lenyírnom. Majd... Hát szerintem egy hónap múlva majd megyek hozzád, jó? Drágám. Hát, bazd meg! Azt mondja, egy hónap múlva, hallom. Baszta kurva, de életem, figyeld. Addig nyugodtan csinálsz bármit, jó? Igen, és meg kell beszélget. Nem, ő a Fiona. Menj, figyelj, hívd föl Mikey-t, menjen át hozzád. Igen, és simogassa meg a sörényedet, mi? Nem, vágja le ő a füvet ott nálunk, mert ez nem lesz jó. Jajajajaj. Majd szóljál Johnny-nak, ő is nagyon tudja a dolgát. Jessica kurva jó. Az is, annak is szólhat, jó? Baby. Várjál, mert valaki még szól. Ki szól? Az. Igen, értem, jó. Persze. Oké, angyalom. Jó van kintem, oké. Nem, amúgy nem. Nem felejtettem el, hogy mikor van a születésnap, hogy tegnap előtt volt? Nem, jó van, akkor mindegy, hogy hónap lesz, jó van. Mindegy, nem felejtettem el, tudom. Köszönöm, hogy mondtad amúgy. Ugye, amikor megyek majd egy hónapomba hozzád, akkor viszek majd csirke mellett, jó? Meg veszek hozzá. Hónap lesz a születésnapja, de egy hónap múlva mész hozzá. Nagyon jó megoldottál. Jó, várjál. Gyerekek, hihetetlen ez. Nem, mert mindent hall, és megsértődik. Várjál. Ez egy TV szereplés. Hallod, életem, na figyelj. Az van, hogy egy hónap múlva találkozunk, viszek neked pizzát, jó? Azt is veszek neked, jó? Nincsen. Milyen szeretsz? Jó, emlékszek a 41-eset szereted, ugye? Nem. Róla. Hányosat szereted? 36-os. Jó van, oké. Akkor rendbe. Láttam, mindent elfelejtek. Átfestetted már a hajad a fülkére. Nem, vörösre akartad, jó van. Bazdileg, ezt is elfelejtettem. A tesódnak mikor is van a születésnapja? 27-én? Nem. 6-án, jó van. Oké. Látjuk, mindent elfelejtek, vagy keverlek valakivel. Na, figyelj, Rudi, van mi van? Ja, megette a túrlódit, jól van? Vagy azt is kell vennem akkor. Figyelj, majd otthon megyek hozzád, nyugodj meg, nem kell ide más, csak te meg én, meg a csillagoség. Figyelj, amikor megyek hozzád, majd egy hónap múlva, akkor majd viszek mindent neked, kincsem, jó? Drágám, addig megveszem neked a cuccost, jó? Lesz egy kis meglepetés. Majd én boxerom megyek hozzád. Oksja? Ne szia, kincsem. Várj, most fölhívom a másikat. Jaj, gyerekek, itt olyan szerelmi célcolt van a gyerekek, még jó, hogy ez egy kibebaszott jó film lesz. Mondhatjuk, hogy film. Várjál, hol van ez? Várj, mert nekem is föl kell hívjam, add már oda. Várjál. Na, egy telefonról beszélgetünk, nagyon jó.
Jó, megyen szerelem, hogy... Szia édesem, na figyelj! Szia édesem, na figyelj! Mi van itt? Két hónap múlva tudok menni csak, két hónap múlva. Két hónap múlva, hogy ez aztán egy ilyen kavallőrcsáló. Kaszanova, hívj Kaszanova. Az van. Egy ilyen Kaszanovának a diszkóban a helye. Édesem, figyeld, hogy... Nem hiszitek el. Kell egy... Figyelj, hívd fel a fahordót is, akkor kell a fa nekünk, mert hogy be kell gyújtani majd. Hideg lesz. Igen, nyáron hideg van, nem, meg meleg van. Nem, megyünk ki a déli sivatagvidékre. Oda mennek ki, igen. Megyünk ki, kimegyünk déli sivatagvidékre, és ott mindenki. Az eszkimóknál. Nem amúgy, megnézzük a pingvineket, jó? Nincsen. Megyünk állatkertbe is állnak. Állatkertbe mennek az északi sarkon, rengeteg pingvin van, de állatkertbe is mennek az északi sarkon belül. Tényleg amúgy, mikor voltál a délisark idegen, édesem? Most kérdezted tőle, hogy mikor voltál a délisarkon, édesem, most közben... Hideg van nálad, ugye? Be hideg, kell gyújtani. Hideg van, be kell melegíteni. Nyugi, megyek és fölperzsítem az életedet, fölperzsítem. Zajlik az élet, minden gyerek. Olyan forróság lesz ott nálad, nem tudjátok megyek. Elképzelni, hogy milyen hihetetlen világot élünk. Olyan forróság lesz, érted, édesem? Igen, értem, jó. Nem stresszelni, kell élvezni az életet. Vás? Ó, életem, figyelj, nagyon szeretlek. Ne menj ki! Azt legyél ki. Igen. Igen, élvez az életet. Csömbbe maradnál, mert nem hallom, hogy mit mondod rá. Ne haragudjanak, valaki beszél hozzám, csak itt mondom a mondókámat. Kérem, maga ne zavarjon, folytassa a beszélgetést! Édesem, ne haragudjanak, nyugodjanak meg. Egy pár perc múlva fölhívlak, mert nem zavar mellettem egy úr. Nem híradós vagyok, könyörgöm, le kell adnom az információkat. Édesem, hát zajlik az élet, autók száguldoznak az emeltesen. Nem hiszi el, hogy kenguruk szaladgálnak az ejtőernyővel. Hallod, édesem, figyelj. Ellopták a kizét, a kivis táblacsokimat. Itt vagyunk a tón, tudod, ahol szoktunk jönni. Nem vagyunk, sehol nem vagyunk, mi az Antarktisz mellett édesem, vagyunk. Figyelj, jobbra a harmadik utcában, a negyedik emeletnél. Nem kapod meg az ennyit. Aki nem. Hallod, hát édesem, elvárom. figyelj, nem szörnyű. Tudok nyugodtan lenni, mert itt idegesít mellettem ez az úr. Figyelj, annyit mondok neked, ha kimegyünk a déli sark videkre. Nem megyünk a déli sarkra, megmondtam. Azzal megyünk a déli sarkra. Nem megyünk a déli sarkra. Jobbra megyünk, balra megyünk, ott leszünk és elmegyünk vissza. Ha haza megyünk, figyelj. A tévét nézitek, fölmelegítem mindig stresszes a hangulatban lesztek. Forgassatok filmet úgy, ahogy mi. Mi is forgatunk éjjel-nappal benneket ez a menetünk. Hát nem hiszem el, gyerekek. Nem na, tudom, hogy ki ez a csávó, azt sem tudom ki ez. Figyelj. Szerelmi életéről itt vartjuk, mint a béka. Ne vartjunk rá itt meg! Csókollak téged! Csókolja a békát, hallod, vartjuk rá! Csókollak édesem, majd megyek ne két hónap múlva. Ne higgyétek el! Megyünk a déli sarkvidékre. Mennek Jugoszláviába, oda a békák mellé a partra, ott kuruttyónak együtt. És imádlak. Semmi probléma nincsen, fel kell öltözni, mert hideg van, nyáron meg meleg van, télen meg megfagyunk, nyáron meg eszünk, igen. Ott van a hugod? Azt mondja, ott van a dugó valahol a üveg mellett, mert kiesett az üveg. Jó van a hugó, oké. Azt mondta, jó van a hugó. Megyek a déli sarkvidékre, akkor viszem a hugodat is, jó? Hugó. De nyugodj meg, jó? Na megint a viszkiról, meg a bárunkára. Itt a testvéredet is, a bátyádat, jó? Na azt is, igen, együtt fognak menni a moziba. Együtt fogunk menni, négyen. Megnézzük a kalózók kincseit. Négyen fogunk menni, jó? Kincsi. Igen, és figyeljetek oda. Ma megzavad, badd meg most kincsi, mert... Kincsi. Ne, de bocs, figyelj, édesem, nem, vadd meg, nem. Szilveszter szalonna felhívna engem, és ez kartyog itt. Édesem, figyelj. Hívjátok fel Szilveszter szalonnát, mert ki kell rúgni ezt az embert. Szeretlek, jó? Ma megyen szerelem. Gyerekek, ma annyi telenovellát írtunk, hogy mindjárt kiesik a szemben. Figyelj, az van, hogy nagyon jó az élet. Értem? Ennyi hagymát nem tudunk elhasználni egy forgatáson. Készítettem a pörköltet neked, de nagyon szeretlek. Hagymával fogom készíteni, egy kis paprikásnok edli. Egy kis lecsó, levesnek mondjuk egy kis húsleves. Szörnyű gyerekek, hogy meg akkor egy Sylvester Stallone akar filmet forgatni, fölhívna engem, hogy menjek szerepelni, mi statiszta is Bablás. Nem engedi meg. Manyaklevesről álmodozik. Meg legyen akkor egy kis nacho, meg akkor legyen hamburger, meg hotdog, jó kincsem? Figyelj, na, kimegyünk figyelj, két ide. Hónapra. Én már csak annyit tudok mondani, hogy nagyon jól érzem magamat, nem hogy a tón is itt vagyok, én veletek, gyertek, veletek, adod, 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 adod. Két hónapomokat találkozunk, jó kincsem, jó? Én veletek neked adom, nem. Jó, Jézusom. Mindegy is, akkor két hónapomokat találkozunk, jó? Jön Sli. Édesem. Itt van Sylvester Stallone. Hallod?
Ted választod a telefon! Figyelj! Annyit mondok, hogy szeretlek nagyon, jó? Két hónap, és akkor ott leszek veled. Szeretni foglak, ölelni foglak, csókolni foglak, kaját fogok készíteni neked, jó? Csak nyugodj meg, jó? Életemben először látom. Imádlak téged! Ne már, ez megfordul, elmegy Szilveszter Stallone, mert jó, na figyelj, annyit kell, hogy mondjak, szia! Szia! Ne menj el! Mondom, szia! Szilveszter Stallone! Mondom, szia! Szilveszter Stallone, ne! Nem érti. Hát, szerződésünk a Stallone! Szupercellák 4-et kellene forgatnod! Szia! Ne menj el! Nem! Búcsúzok! Rohadt életbe! Dobd utána azt a kurva hagymát! Szia! Még nem, várjál, mert szia! Nem igaz, Szilveszter Stallone elmegy! Letennéd végre? Lemegy a pénz a telefonon! Szörnyű, hihetetlen! Édesem! Szilveszter Stallone elmegy! Elment Szilveszter Stallone! Szakítok veled! Elment Szilveszter Stallone! Jó, szakítottam, jó? Elment Szilveszter Stallone, pedig megbeszéltük, hogy jön ide! Ide jött fekete kocsival! Fekete kocsival ide jött! Itt volt Szilveszter Stallone! Nem érted, hogy itt volt Szilveszter Stallone és filmet forgattunk volna vele? Hát, hogy tudod ezt megcsinálni? Fölhívom a kicsimet! Már megint kicsimet! Add már ide a telefont! Fel kell hívnom Sleet, hogy miért nem jön vissza! Szia kicsim, figyelj! Nem igaz, gyerekek, hihetetlen, gyerekek, ettől lesz. Tiszta gyerek vagyok, Spader. Elhagyott a másik nőm. Ja. Ez jó. Most azt szakítasz velem, ne szakítsál velem, Spader. De most miért szakítasz velem? Ja, azért már elmondtam, jó van. Most szakítok velem. Gyerekek, elmet Szilveszter Stallone. Vagy kell ilyen nincs. Stresszelő pillanatokat életem. Ne szakítsál már velem. Annyira hihetetlen, hogy egy ekkora legendát felkértünk, elfogadta és elmegy, értitek, mert ez a vihar verte ökör. Bazd meg, szakítasz velem, de itt már. Mellettem folyamatosan de most miért csinálja a dolgát. Na jó van, köszönjük mi, szépen mi? A figyelmet. Most még a kicsimben beszélek. Hát nem igaz, gyerekek, be kéne fejezni. Várjál, kincsem, ne elszakíts velem, figyelj. Meg tudjuk ilyet beszélni, jövő héten megyek ki hozzá. Annyira hihetetlen, gyerekek, hogy ilyen dolgok hallgat. Nem, jövő héten nem hozzád meg, bocsi, egy hónap múlva jövök, hogy meg bocsi, ha keverem a szállakat. Figyelj, megbeszéljük a dolgot. Meg két hónap múlva megyek a másikhoz is. Na. De mindegy, egy hónap múlva megyek hozzád, jó? Nyugodj meg, két hónap múlva megyek a másikhoz. Jó, igen. Most a jövő héten még ott leszek a másik csinál, de mindegy. Figyelj, akkor egy hónap. Gyerekek. Egy hónap és megyek hozzád, kicsi, jó? Egyetek sok répát, hogy tudjatok fütyülni, mert a répa fontos. De most fontos. Miért szakítasz meg? Használjatok sót, de keveset. Hát akkor basszad meg. Túlzott só, érrendszeri problémákat okoz. Akkor basszad meg, bazd meg. Jó, van? Közben itt egy kis csetepaté van, tehát faszom, tudjátok, figyelj, csetepaté van az a jelen kurva, hogy elhúzhatsz a picsába, jó? Engem ne idegesíts, és faszom, szakítottam én is feled, na szia, menj a kocsmába, így áll, amennyi, akarsz szerelem, majd alkoholista lesz, azt se érdekel, megbassz téged az egész kocsma, na szia, puszi, nem fogsz kapni, bekapod a jó nagy tálkókat, a káki, gombkék, kollepeki, faszom. Elnézést kérek a csúnya beszélni, ez egy kiskorú műsor, ahol, igen. Ahol nem szabad csúnyán beszélni. ADM, FADM, KDM, kérem szépen, halkítsa le azt a telefont, és most már nyugodjon meg, jó. Mert a nézők is kíváncsiak arra. Köszönöm szépen, most már odatettje a Szilveszter Stallone-t, visszajön gyorsan. Micsoda? Sli lemondta és széttépte a szerződést. Nincs kőd a telefonon. Szevasz. Szia Sli, Szilveszter Stallone, ne haragudj, figyelj, nem mi? Tudom, hogy mi történt, miért mentél el? Aggítottak velem! Miért mentél el? Mondd meg, hogy miért. Hát miért? Nem már. Aggított velem. Mással folytatod a negyedik részt. Hát azt mondtad, hogy nem akarsz börtön. Érted, szakított velem, mely szakított velem? Semmi gond egy hülyei tri mellettem. Te szakítottak velem. Mely szakítottak velem? Igen? Nem. Jó, oké, jó van. Te azt a... De Istenem, már miért? Azt a reklámfajta kávét, az csak iszogassad, de ne kapja agyvérzést. Nyugodjál meg. Ne stresszel, meg kiszakadnak az erény. Nyugodj meg, Szilveszter Stallone, mert ez így nem lesz jó. Köszönöm szépen, hogy együttműködhettünk eddig is. A szerződésben leírt összeget remélem azért vagy oly hajlandó átküldeni. Nem érted? Ne csinálj már, segítsél már nekem! Egy pillanat itt egy őrült marha éppenséggel rí, mint egy kis csecsemő. Ne haragudj, Sli, tényleg köszön azt a 6,5 milliárd forintot euróban, dollárban, 5 forintosokban, 10 forintosokban. A 100-ast ad az Alénak, mert az úgyis tudjuk, hogy csak sírónak lett volna jó, hogy sírjon össze-vissza. Zseniális a csávot. Ja, hogy vele fogsz együtt dolgozni és ővet föl téged forgatni. Na várjál, mindjárt elrendezzük itt a témát, mert itt valami ökör marad a piros felsőben sír. Runnáj jeles felsőben itt izélje magát. Na, köszönöm szépen a figyelmet, szia!
Szakított mind a kettővel, már ilyen nincs. Mi van? Mind a kettő. Elhagyott mind a két feleség. Igen. Az Iza meg a Kiza. A kazánnal mi van? Nem tudom. Nem fűtik már? Nem. Miért hagyott el? Nem tudom. Nem tudom, de most tényleg... Képzeld el, Sli, lemondta, mert Zolival fog együtt működni. Azzal a patkány árulóval. Zolival fog együtt működni, érted? Sli-t hív föl, hogy miért közre működik Zolával. Várjál, fölhívom. Nem hiszem el, érted? Nem hiszem el, hogy Sli elment. Fölhívom. Na, gyerekek, Newscode, alkoholt azért ne ígyatok. Mert nem szabad alkoholt inni. Most tényleg bekönnyeztem, tudok ám könnyek. Igen, de ez egy nagyon jó dolog. Figyeljetek, alkoholt azért ne ígyatok, mert hülyék lesznek. Hülyébbek a Zolénál. És hogy nálam is hülyébbek. Nem, tényleg kamu könnyeket. Jól van, na gyerekek, figyeljetek ide, ez egy nagyon jó dolog. Vigyázzatok magatokra, sziasztok. Sziasztok.